Még a szervezőket is meglepte, hogy milyen sokan, majdnem 100-an jelentkeztek a 24. Egedhegyi futóversenyre. Az Egri Atlétikáért Alapítvány és a Nagy Ese által szervezett eseményen 2010-ben változott utoljára a nyomvonal, így némileg növekedett a táv is, ami az Érsekkerttől az Egedhegy csúcsáig és vissza 13,4 km. Az Apolló reptér előtt a miskolci ultrafutó 2002-ben győztes Németh Csaba és mögötte nem sokkal lemaradva Tóth Norbert haladt az élen. Utánuk már azért sűrűbb volt a mezőny. A nőknél abszolútban a tavalyi győztes Pap Csilla és Németh Csaba lánya Luca haladt az élen. Az Egedről lefelé már nagyobb lett a különbség a versenyzők között. Németh Csaba végül több mint egy perces előnnyel 54 perc 20 másodperc alatt elsőként teljesítette a távot. Igazából nekem az én versenytávom inkább az 50 vagy a 60 vagy a 100 km környékén szokott mozogni, tehát hogyha ezt mondjuk 10-szer futottuk volna, lehet, hogy akkor még jobban ment volna, mondjuk persze csak az időmondom, de lényeg, hogy egy elég hosszú szezon jön Törökország, Franciaország, Marokkó, úgyhogy lesz még hely a világon, ahol futni fogok. A nőknél az Egri Triathlon Klub versenyzője, Pap Csilla megvédte elsőségét. Ideje 1 óra 6 perc 29 másodperc. Ami hátráltatott minket, az egyedül a szél volt. Egyébként az időjárás teljesen kedvező, mondhatni futóidő volt. Úgyhogy hát lényegében a terep az nem változott, az ugyanolyan köves, sziklás és meredek. A vér nem válik vízzé. Amíg csak ifjúsági korcsoportú Németh Luca, a győztes Németh Csaba kisebbik lánya, a nőknél abszolútban a második helyre jöhetett be, sok felnőttet megelőzve. Apával ritkán szoktam edzeni, inkább a tájfutósokkal is szoktam lejárni, edzegetni a DTC Diósgyőri Tájékozódási Futóklubhoz, illetve a Nomád Terepfutósulisokkal szoktam edzeni. Ha apa hazajön, akkor szoktunk együtt edzeni, illetve családosan is el szoktunk menni kirándulni, biciklizni, úszni, tehát nagyon szeretjük a sportot. Szokás szerint az abszolút mellett korosztályonként és nemenként is díjazták a résztvevőket.